Nem tudom, nem. Itt van egy ingyen bicikli. Majd. Jegyzem meg szép halkan. Látod, tér úcskanyit itt, hogy elfelejtett a tudót, hogy te. Nem bírok átmenni itt, bakker. Télen látjuk, vagy nyáron is látnánk az aknákat? Ez jó kérdés. Nem találom a bejáratot. Hogy velem van a baj? Ja, ez az. Csak sötét van. Aha. Hozni kellett volna valami lámpát. Hogy ez ennyi? Nincs sok minden te. Rohadt nagy bunker. Kívülről sokkal nagyobbnak nézett ki. Igen. Általában ilyen pici lyukokat nem csináltak betonból. Van ott másik ajtó. Talán. Jaja. Feszítővas kell majd. Ja, és itt egy másik ajtó van. Oké. Okay. Ott akkor kell hozod lámpát, meg feszítővasot mindenféleképpen. A lámpa az az asztalon van, a feszítővas meg a dobozban. És fázunk, mint állat, úgyhogy iszunk egy teácskát, és magunkhoz veszünk egy kis kávét is majd. Meg feszítővas. Meg a kávéból egy három darabot. Lámpa az működik, vajon? Hát... Kábel olaj nem van benne. Oké, térkép vissza a faluba. Este ne menjünk azért az aknák közelébe. Mi az úgy a poénunk? Abszolút. Oké, itt a feszítővasat le kell cserélnünk a lámpára, amíg kinyitjuk. Ez megvan, achievement. Oké, tehát van másik lámpa. Föl lehet kapcsolni az ő lámpájukat, és akkor az enyémet el lehet tenni. Itt vannak dobozok. Hát van benne valami jó tud. Lőszer, robbanóanyag, izzó, meg kávé. Cukor, kávé, vodka, sör, robbanóanyag. Itt az asztalon látok egy csomó lőszert. Engedi is valóan. Ez mi volt? Ott az olajszűrő. Na. Vaddisznó bőrt nem tudod felvenni a földről. Várjál. Vaddisznó bőr a földről. De... Jó, hogy mondtad. Asztal mögött kis láda semmi? Asztal mögött nincs kis láda. Egy két doboz volt itt benn.
Az kettővel több, mint ami eddig volt. Meg? Meg a bicikli. Nem kell venned biciklit. Látom, nagyon kényelmes összeleskó, ópos mountain bike-od van. Így gyorsabban megyünk haza. Ha biciklire ülünk, gyorsabb a gyors utazás is. Mondjuk logikus, csak mondom. Amivel kicsit depressziós a lelkem. Ezért ide betolunk egy kis tüzelőanyagot, iszunk egy kávét. Trófeát lehet a bőrből készíteni a falra, viszont rengeteg kávét szereztünk. Meg egy kis cukrot. Úgyhogy főzhetünk a tüzön, ha már úgyis itt vagyunk, kávét. Hogy elhasználjunk egy kis cukrot erre. Szereztünk puskalőszert, egyébként izzót. Nagyon jó. Lassan lehet elmátszolászni. Na, ihat egy sört, hogy vidámabb legyen, ne legyen ilyen apátiás a lelkem. Hát itt most a tűz mellett kell egy kicsit melegedni, és utána ki kell pakolni az inventoriból, mert hát van benne ez az. Ő neki mind ingyen volt, nem kellett venned semmit. Ez így van, ezért mondtam, hogy ezért, ezt tegnap éjjel lestem ki YouTube-ra. Hogy így a bunkert érdemes. És ebből állítólag több van a játékban. Na. Újabb meleg kávékkel készültek. És megint száradtunk, és elmúlt az apátiánk is. Azért az már úgy jó, nem? Idő délután 3:45. Valamennyi. Oké, akkor rakjuk be a verembe. Rakjuk be a kávét, ami van még extrában. Együnk egy tojást, mert éhesek vagyunk. Oké, az olajszűrőt berakjuk a nagy tárolóba. Már csak 3 alkatrész hiányzik. Az jó, nem? És akkor elméltek a többi bunkorban van a traktornak a többi része? Nem tudom, hogy a többi bunkerben van-e, de az biztos, hogy itt volt. Csak annyit láttam, hogy itt van. Jó, hát a sört hozhatjuk magunkkal, injekciós tű nem kell. Lámpa nem kell, bőr nem kell, az ott vodkás palack, van vodkánk. Találtunk vodkát, nem? A fűrésztelepnél kellett ugye vodkával nyomni a reput. Nem? Nem? Beszélgetünk. Hullom van, oké, vissza. Nem? Beszéljen robbanóanyagról. Foglalkozik vele, semmi gond, feladat elvégezve, kérdezzem meg Lajost. Szereljünk össze egy bombát. Csak meg kell vennem Helena hordozható műhelyét. Beszerezni néhány gránátot, aknát, némi hulladékot, majd összeállítani mindezt terv szerint. Öhöm. Na az a kérdés, hogy szedett ki az aknát?
Jó, hát azt még nem tudom. Jó, és milyen küldit adnak? Nem akarnak nekik főzni. És nekik csak vodkájuk van. Kenyérért és vajért adnak néhány fillért. Jó. Tehát egy kenyér és három vajat kell majd nekik hozni, de most adtak lóvét. Oké. Mi a randus kellőre kifizett? Ma jövök, egyszer valamikor, szevasztok. Hát megy le a nap, 6 óra van, sötétedik. Mindjárt jön a tavasz. És igen. Alszunk egy jó nagyot. Rodeóról álmodozunk. Józanul nem hajlandó ilyen kirándulásokra a disznó? Vagy én? Na. Hol van Puffy? Már rég látt. És nem a tudom. Pepát. Hol Pepa maradt. Egy hónap múlva néhány termés meg fog romlani. Szerintem nincs más tárolóba cuccunk. Én is alig látok valamit egyébként. El kell azokat a, adni azokat a termékeket, amelyek megromolhatnak. A tél hamarosan véget ér. Nem tudom, mi romlik meg. Nem is nagyon érdekel. Elfogyasztok egy tojást, mert azzal jól lakok. Iszok egy vödör vizet, mert az elég neki. Hogy az élettani dolgok meglegyenek. Oké. Ez a... február van. Kurva hideg. Oké. Kéne vennünk tejet, itt a kenyér, és ha a tejből csinálunk vajat, akkor elvileg a kenyér vaj küldi meg lenne. Na, hát akkor mennyi tej? Mondjuk az árusok még csak most jöttek ide, jó? Hogy hát spónoltak. Beszélgettünk, tej. És 500 év egyek tejet. Kell egy tehén. Nagyon kell egy tehén. Gondolom ebben egyetértünk. Na, te elvezzel állatokat venni? Hát? Láttam, ott volt a fejőszék, meg ott volt a teljes kanna is a raktárodban. Két tejből csináltunk, kétszer két tejből 20 vajat. Oké, és ide berakjuk a vajat. 17-et berakunk, mert 3-at kell magunkkal vinni. Meg kivesszük a kenyeret, és teleportálhatunk a fűrésztelepre, hogy egyenek valamit. Kicsit fázunk, oké. Várjál, készítenem kell szendvicseket. Rohadjál meg! Főcsonka, sonka, gipsz, kenyér, szelet, szendvics. Értem. Sonka, gipsz, az jó fordítás lehet. Az igen. Micsoda. Back to the konyha. Oké. Visszajövünk a konyhába, és megfejtjük, hogy hogyan lesz. Gondolom a kenyeret szeletekre vágni lehet. Tehát, hogy az még nem gond. A főcsonka az, gondolom, víz, főzés, meg sonka. Jó, akkor hideg előkészítés. Azt mondja, hogy szeletelt csonkához főcsonka kell, a szeletelt kenyérhez kenyér lett, 10 szelet kenyerünk. Főcsonkánk nincsen.
És főzni sonkát tudunk? Főt sonka. Csak főzni kell, jó? Akkor visszatér. Főzünk sonkát. Azt mondja, hogy főt sonka. Mennyi ideig fő? Másfél óra, akkor még adunk hozzá tüzelőt. Igen. Az gyorsan kész. Hát nézem, hogy a szendvicsbe a sonkagép. A sonkagép szerintem a sonka szelet akar lenni, csak szarafordítás. Tehát a főt sonkát, a fölszeleteljük, abból sonka szelet lesz. És a szendvics az izéből készül. Vaj, kenyérszelet, meg szeletelt sonka, úgyhogy lefőzzük nekik a sonkát. Ez poén egyébként, hogy így kombinálni lehet a főzőcskét, de azért nem bonyolították annyira túl, hogy idegesítő legyen. Nem tudom, te hogy látod. Nem tudom, engem nem zavar, mert bőven belefér. Hát persze. Fázik a karakter, kapsz egy kis kávét, így áll, ami, hogy... Bár itt vagy a te, itt vagy a te, miért kapcsolta le? A falu bírója elvágta az áramot, mert tartozom a számlákkal. Nem fizetted be. El kellett volna menni minden hónapba befizetni a számlákat? Hát... Oké. Nem fogsz tudni live-olni, nincsen áram. Ennél sokkal rosszabb, hogy nem fogok tudni fát vágni, mert nincs nálam bajta. Hát. Röfike, állapota éhező. Remek. Adni kéne neki valami. De nincs letetőnk. Meg almánk se. A sült halat meg nem eszi a disznó, ugye? Hát, elmehet a malasz minden evő. Tyúkot megeszi nyársan, akkor szerintem a halat is meg tudja enni. Azt mondod? Hát, miénk szerették régen a csirkét nyersen. Főleg úgy, miközben kotkodált. Pepa malac. Gyere csak. De ő neki valószínűleg tényleg csak takarmány jó. Gyere, mutatok neked valamit. Éhes vagy még? Ó, értek mindent. Látod ezt, amit én látok? Fázik a malac, jó? Tényleg George Clooney-nak a malac akkor. Na, gyönyörű! Jaj! Én figyelj, úgy szeretem, hogy Szilveszterkor az asztalra fel van téve, a négy lába ki van feszítve, a szájába pedig van egy pár oltalma. Úgy cukim. Hibázz meg! Pepa Malac kapott egy télapó sapkát tőlem, ajándékba. Tehát ő nem éhezik? Nem, ettől sapka lesz rajta. Ennyi. Amúgy meg ugye megy a főzőcske, szóval... Jó, addig ki lehet rakni szerintem a gránátot, mert amíg nem veszünk crafting table-t, addig ugye... Nem kell gránát. Aztán üres üveg se. Vodka se nagyon most. Jó. De lassan készül el ez a főzőcske. Én nem hívott be a malacot és mutatod meg neki, hogy az egyik lábából éppen most jön a fősonkát. De majd Valamit megkínáljuk dobni főt sonkával, ha marad. Mit szólsz hozzá? Na, az nagyon jó.
Vagy rakjunk rá inkább a gancsot. Az állat kínzás. A rénszarvas a gancs. Egy malacon? Hát az miért állat kínzás? Mennyivel állatkínzásabb a rénszarvas a gancs, mint a télapó sapka? A sapka poénos, az a gancs az meg inkább kicseszés. Igen? Hát? Na mindjárt lefő itt a kávé, vagy a főcsonka. Leveszem a főcsonkát, lett egy főcsonkánk, hideg. Hideg előkészítés, és... Hát, a szeletelt csonka az ugyanaz lesz, amire én gondoltam. Csonka gipsz, igen. Jó, és akkor szendvicset készítünk. 3, 4, 5, és még maradt is csonkánk. Úgy. És egy szendvicset is kirakunk, mert azt nem kell magunkkal vinni. A 4 szendvicset meg elteleportálunk a fűrésztelepre, és odaadjuk nekik. Uh-huh. Jók vagyunk. Ez a sonka gipsz, ez egy érdekes fordítás volt. Ti? Kaptunk 10 darab tűzifát. Hmm. Hát ott valószínűleg a készítőknek megírhatnád, hogy ezt javítsák ki. Jó, építhetünk méhészetet tivadarnak, meg lófaszom. Szerelhetünk bombát. Idő 11 óra. Menjünk el a TS-be, hát ha kapunk ott valami küldit, amivel szerzünk magunknak termeléshez dolgokat. Oda mész, annak egy kapát a kezedbe, megmutatják, merre kell menni, ezt kapálják, fiam. Hát ugye itt, ha kereskedni akarnék, itt vehetnék a 351 francia kulcs, nem 800, jó, mindegy. De az olajszűrő, amit találtunk, az 800, a kipufogó az van még. Hogy... Jó, hát ha ennek csinálunk küldit, segíthetünk. Igen, függő vagyok, valószínűleg cigarettával a számba halok meg. Semmit nem teltek ellene. Magának nem tud csinálni, mert túl nagy a mancsa. Jó, cigaretta. Igen, Pipák Iskvánnak a küldi neve, és... mit kell neki hozni? 10 darab cigarettát. Te is érzed, hogy ez pénzügyileg fájni fog. De otthon van cigid, nem? Mert egy. Már... Nem 13? Ez múltkor vettél egy rokotot, nem? Egy dobozzal, nem? Jaj, már megint apátiás a lelkem. Ott van a téli disznó. Gyönyörű. Állatkínzó. Hát, ez szerintem egy szál. Akkor csak egy szál. Nem is vagyok benne biztos, hogy meg tudom venni akkor egyben. Meg szerintem nagyon drága lesz. Jó, veszek tőle 9 darab cigit. 1130. Igen, nem kevés. Ez nem volt ottó, buddy. Elég drága mérik orra fel a cigarettát. Hát igen, mondjuk ez ilyen, fázok, jó, igyunk egy kávét, mielőtt itt fagy le a töke, és akkor a, remélem ezért izét adsz, egy automotort, 10 darab cigi kellett neki díj, 300-at adott vissza. Hát ez lófiti. Ez nem értem meg. Átbaszott az öreg. Rejtett motorkerékpár, szereti a traktorokat. Kevesen tudják, hogy nem szereti a motorokat. Antalnak volt egy motorja, amivel elhajtott a ház előtt teljes gázon.
Elrejtette a gépét, megmondhatom, hogy hol van, de nem ingyen. Igen, J betű. Nem látom a küldit. Na bazd meg! Teklával akar randézni, szerezzünk neki virágcsokor, almabor, doboscsoki, táblacsoki. Nagyon jó. Egy darabig nem fogsz randézni, fiam. Most szólok, nem fogsz randézni. Antalnak lehetne málnani kört adni. Cigarettát, táblacsokit, lófaszom. De nem nagyon akar velünk szóba állni. Sokba volt nekünk ez az információ. Hát, igen, csak lehet, hogyha megszerzed a csokit, meg a többit, akkor visszaadja a játék. Tudom. Ez itt tényleg elég nagy lehúzás volt, bukta egy, majdnem egy ezrest. Úgyhogy 600 év horgászgatta egy jó fél órát. Igen. Hát ez most szívás volt, éhesek vagyunk, eszünk egy kis tojást. Szomjasak vagyunk, iszunk hozzá egy kávét. Nem tudom olyan... Apám, micsoda hangok vannak itt. Azt hittem, hogy izé... Most előugrik az ördög a seglukamból. Körülbelül olyan hang volt. Körülnézünk mi abban az épületben, itt a traktoros épületben. Hát, ha valamit sikerül bugáznunk. Ostázás. Hát nem nagyon engedi felvenni. Az asztal alatt a dobozba nem tudsz belenézni? Nem. Lehet, hogy még nem vagytok elég haverok. Később tudsz csak tőle lopni. Mi havernak kell lenni, hogy lopjak tőle? Egy jó barától mindig jobb lopni, mint egy vadidegentől, nem? Igen. Jóri, hagyd előre, hogy feszítővasra vágyik. Na, azt mondja, hogy egy cigi, méz, itt a táblacsoki, narancssárga festék, olajszűrő. Mindent lehet vinni. Gondolom ez a jó-rossz rátában a nem jó kategória, persze. A nagyokat sóhajtozik a karakterünk, mert depressziós. Azért örülök neki, hogy valamit sikerült elbugázni, ha már azt a ládát ott nem... Azt nem tudom elvinni, azt a fehér... Mondjuk lehet azért, mert már van fehér festékünk? De nem, mert az elfogyott, nem? Ha. Lefestetted vele a házikót. Hát jó. Oké. Okay. A cigit majd ha eladjuk, az egy kicsit ellensúlyoz, meg azt hiszem... Biztos, nekünk... hogy el akarod adni? Lehet, hogy még később kell valakinek, nem? És az olajszűrőt? Azt nem tudom, az nem kellett a motorba. De a motorba már nekünk van olajszűrünk, nem? Vagy nem? Nem tudom. Mindegy, akkor nem most adom el, várok egy kicsit. Nézem, hogy hova lehet még bemenni. Ott van egy csaje. Az a tekla. Azt mondod, ő lesz a tekla? Vele még nem beszéltünk, szerintem. Nem, ő Mária. Aki növényekkel kereskedik, meg vajjal, meg... Tojások. Magok. De nagyon drágák a magok egyébként. Hát igen, csak tudod, hogyha elülteted őket, akkor biztos, hogy a termény révén visszajön. És javítani kell a kapcsolatot az eladóval, hogy tudjunk venni magokat majd.
Jó, akkor nézzük meg, hogy neki ajándék cigaretta. Már megy is neki a három doboz cigi. Oké, sült baromfi terne még. Az azt hiszem... még nem van otthon. Körülnézünk. Teljesen körülnézünk, mit lehet itt lopni, mert... nem nagyon lehet itt bemenni sehova, azt hiszem. Hiába van résnyire nyitva, nem tudok beosonni. Normálba be tudnék pedig. Ufi vagy. Ennyi. Futkározok még egy kicsit, akkor lefogyok. Nem a malac, pufi, te basz. Hát én futkározok, nem a malac. Jó, hát itt meg már semmi nincsen nagyjából. Nagyjából azt mutogatja meg a játék, hogy hogyan tartják az állatokat. Hogy ilyen nagy kerítéseket építenek, kifutókat nekik, és akkor etetik őket. Meg ilyenek. Hát itt szokták általában az állatokat tartani. Oké, nem jutottunk át. Azzal megtudtuk, hogy ezért cigivel lehet növelni még a repot. Amire nem zsörgelünk. Elrongyoltam Tivadar farmjára, és tovább megyek, megnézem, hogy későbbiekben mi van előre felé. Körülnézünk a játékban. Vannak felderítetlen területek, amiket... meg nem jelez a térkép se. Hát a térkép annyit jelez, hogy van balra egy fehér pont, ott egy bunker van az erdőbe, azt jelzi. Van ott egy Anna farmja, szóval azért mondom, hogy azért állatot ott látok futni. Rókát talán. Jó felé megy? Jó felé megyek. Ha medvét látunk, most szólok, hogy futunk. Én is. Akkor mindenki fusson ki, merre lát. Okay. Őzik-e? Igen, látod, most itt van a jó puska lőszerrel együtt. Pici vathúsi. Lagoltunk egyet. Néha lagol a játék, nem az adás akadozik, mert nincsen még drop frame-em. Az esténként van, hogy nem lehet adást csinálni, mert szar a netem. De minden este. A betárcsázós net helyett ma igazán egy ADS-el beköttethetni. Ugye? Na. Új gyors utazási pont, Anna farmja. Fools. És ő itt Tekla. Aki úgy szintén vetőmagokkal kereskedik, viszont nem kér repuzást hozzá. És szerintem olcsóbb is a vetőmag. Zab, búza, káposzta, répa, krumpli. Olyan, mint a kalapács. Annyi mindent lehet vele csinálni. Sütni, főzni, sütögetni, dobálni, sőt, még pálinka főzéshez is használható. Csak nyersen nem lehet megenni, akár csak a kalapács. Hát jó. Oké. Megveszük tőle a krumplit. Az összeset 50-ért, mert olcsón adja. Aztán mit árul még? Dohánymag? Hmm.
Cukorrépa mag. Hasznosabbnak tűnik számomra. Nem olcsó a cukorrépa, de még mindig olcsóbb, mintha megveszem a cukrot, úgyhogy azt megveszem. Kukorica, áfonya, málna, ugye az a málna pálinka. De még pálinkákat nem főzünk. Jó, veszünk egy kaszát. Most már. Aztán... azt mondja, hogy... a répát, nem használtunk eddig semmire, akkor az nem kell. Nem, de lehet takarmányozásra majd kell. És küldetés. A répák sose akarnak nála nőni. Répát kell vásárolni, hogy el tudja adni. Ad nekünk magokat, és majd magamnál. Nagyon jó, kaptunk répát. Na. A répa átka. Szerezzek egy kapát. Oké, mehetünk haza gyors utazással, úgy érzem. Amúgy is már depressziósak vagyunk és fázunk. Van még kávénk, van. Akkor már csak depressziósak vagyunk. Szerintem most adja a küldetést, hogy kapáljunk. Vagy ott talajt élne. Mindegy, magamhoz vételezem a kapát. És berakom a magokat és egyebeket a verembe, hogy ne tűnjön el, amikor alszunk egyet. Lesz egy kis növényünk most, nem tudom, hogy miért baj az. Oké. Az olajszűrőt betesszük a tárolóba. Második olajszűrő lesz. Berakjuk a csokit is, berakjuk a sört is, berakjuk a festéket is. Szar a hangulatunk, nem akarunk depressziósan lefeküdni. Úgyhogy ide állunk, gyújtunk egy kis tüzet. És berakjuk a kapott tűzifát is, hogy ne tüdőjük magunkkal fölöslegesen. Kicsit melegedni bejöttünk, és itt lehet questet olvasni, hogy termesszünk répát. Gyommentes földet, fellazítanék kapa segítségével, és el kell ültetni a magokat. Mi lehet ebben a nehéz? Semmi. Csak éppen tél van. Ez probléma, nem? Ugye, elég bevállalós vagy, akkor fagyott fődnek is neki esel egy kis kopával. Úgy gondolod, hogy lehet? Ugye, bármit lehet, meg lehet próbálni. Tapasztalatban mondom, hogy a kiskapával neki esel a fagyott fődnek, nem lesz belőle semmi, de ez egy játék, itt bármi megtörténhet. Nem lehet ásni, azt mondja. Jó, de este hét van. Iszunk egy kis vizet, mert szomjas a karakter, eszünk egy tojást, és begyűjtjük a tojást, ha van. Bizony van. Na, tojnak télen is tyúkok. Ezek ilyen univerzál tyúkok. Az jó hír. Mondjuk már lassan februárban, hát, mondjuk akkor valóság még nem teljesen kezdenek el, de... Mindegy, úgyis olyan sötét van, hogy szart se látok. Úgyhogy nyomunk egy cundit. Háborúról és arról álmodunk, hogy nyomokat hagytuk, a tankok roncsaiból olaj szivárog, a bunkerek fegyverekkel és lőszerekkel. És az embernek kedve van megnézni, hogy ebben van-e igazság. Hát már ezt egyszer megtettük. Majd fogjuk még, de nem most. Oké, na. Kinézünk. Uram, tavasz van. Na. Akkor a tavasz, akkor már lehet, hogy ma kapálhatsz is. Valami megrohadt. Azt mondja, hogy ami nem volt biztosítva, az megrohadt. De itt a veremben minden megvan, úgyhogy... Lehet, hogy volt valami valahol kirakva, és az el...
Ez történt a dolgok, amiknek meg kellett rohadniuk, most rohadtak meg.